A nyíregyházi MTMI élményközpont működését is érintette a járványhelyzet, de így is sikerült több programot megvalósítaniuk az elmúlt hónapokban. Ezekre annak a projektnek a keretében került sor, amely a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területek népszerűsítését szolgálta, és a napokban zárul a Nyíregyházi Egyetemen. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban. Dr. János István, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense, az MTMI projekt szakmai vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha jól tudom, élményközpontot is létrehoztak, tehát létrehoztak egy manifest épületet, amit berendeztek oly módon, hogy ez a projekt céljainak megfeleljen. Így van, így történt. Ugye a projekt időtartama 3 éves, és az első év szolgált arra, hogy az MTMI élményközpont épületét kialakítsuk. A város vállalta magára ezt a feladatot, a felújítás, illetve eszközbeszerzés után kezdhette meg működését ugye a szakmai program, ami 2 éven át tartott lényegében, és még tart ugye a projekt befejeztéig, ugye április végéig. Csak néhány mondat erejéig, hogy mire lehet gondolni, ez milyen élményközpont, tehát milyen eszközöket szereztek ott be? Hát a projekt matematika, kémia, biológia, illetve műszaki és fizika területen zajlik. Ezekhez megfelelő szaktantermek kerültek kialakításra, és nyilván az adott tudományterülethez tartozó élményszerű foglalkozásokhoz szükséges laboreszközök, műszaki eszközök, építő eszközök, robotok, robotikai eszközök kerültek beszerzésre. Nyilvánvalóan azt a célt szolgálva, hogy a gyerekek élményszerűen szerezzenek természettudományos, informatikai, műszaki ismereteket a iskolarendszeren kívüli oktatás formájában, amit nyilvánvalóan ebben az élményközpontban olyan diákok is megtehettek, akiknek egyébként nem adottak a lehetőségeik ilyen programokon való részvételre egyébként. Uh-huh. És hogyha jól tudom, akkor a városon kívül, ugye Nyíregyházi Egyetem, a város, illetve még jó néhány iskola is benne szerepelt ebben a projektben. Hát így van. Egy konzorciumban megvalósuló projektről van szó. Ugye részt vesz benne egy alapítvány, a Nyíregyháza város, a Nyíregyházi Egyetem, aki a szakmai hátteret biztosítja, és ugye 20 iskolával kötöttünk mi együttműködési megállapodást. Jelenleg ugye ezeknek az iskoláknak szerveztünk programokat a megvalósítási időszak alatt, és nyilván a tevékenységi körökből bizonyos számot kellett minden iskolának megvalósítani. Általában kis csoportos foglalkozásokról van szó, illetve vannak olyan esetek, amikor kilátogatunk az iskolákhoz témanap keretében, napközis nyári táborok, illetve tanulmányi versenyek formájában valósítottuk meg a programjainkat. Hát gondolom ez a program megvalósítás azért akadályokba ütközött, ugye a Covid időszak alatt. Meddig tudtak 100%-osan működni? Így van, a Covid természetesen kihívás elé állított minket is. Március közepén, ugye az első karantén időszak alatt kellett leállítanunk a foglalkozásokat. Ugye szinte napról napra változtak az események, és napról napra jöttek ki az új rendeletek, és ugye az állásfoglalást a tankerülettől, amit megkértünk, ugye abban az állt, hogy tanórán kívüli foglalkozást már akkor nem tarthattunk, és egészen így ment ez nyilván a tanév végéig, mikor aztán a rendelet szerint a nyári táborok megszervezhetővé váltak, így a vállalt nyári táborokat azoknak az iskoláknak, akikkel együttműködési megállapodásban álltunk, meg tudtuk szervezni még az utolsó pillanatban. Mivel így ezeknek az iskoláknak ez ingyenes volt, így gyereket is természetesen elég könnyen tudtak rászerezni. Annyiban volt ez is kivételes, vagy illetve unikális, hogy ugye a szülők féltek ugye a vírus helyzettől, hiába volt engedélyezve bizonyos szabályok szerint ugye a nyári tábor. Voltak iskolák, ahol azért nem küldtek diákot, mert pedig még egyébként a foglalkozások engedélyezve voltak, mert a szülők úgy gondolták, hogy most a járványhelyzet miatt ez nem lehetséges, ennek ellenére a nyári táborokat meg tudtuk valósítani. Ezt követően ugye... Bocsánat, még a táboroknál azért maradjunk. Ez hogy kell elképzelni ezeket a táborokat? Tehát milyen feladatokat hajtottak ott végre? Hogyan próbálták meg ráhangolni a gyerekeket? Ugye nyári táborban egy iskolából 20 fő vesz részt. Na most
Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy a 20 főt két csoportra osztottuk, és két különböző foglalkozástípuson vettek részt. 5 napon keresztül, napi 4 órában. Például mondjuk 10 ember ment biológiára, 10 ember meg mondjuk műszaki foglalkozásokra. És hát nyilván minden napnak megvolt a témája, ami például a biológiát ismerem ugye a szakterületemből kifolyólag jobban, illetve én magam is tartottam nyári tábort. Mondjuk elkezdjük akkor mondjuk a mikroszkopikus vizsgálatokat, és kimegyünk és mintát gyűjtünk mondjuk az udvarról, és azt szépen megnézzük mikroszkopot, hogy kinek mit sikerült begyűjtenie. Vagy boncoltunk halat, végeztünk vércsoport meghatározást, foglalkoztunk ugye az emberi testtel, különböző modern modellek segítségével, úgyhogy számos feladatra lehetőség adott volt a gyerekek számára, és tényleg élvezték is. A táborok lezárultak, utána? Utána hogyan tudták folytatni hát a tevékenységüket? Utána ugye teljesen bizonytalan volt a helyzet, hiszen szeptemberrel kezdett ugye felfutni a járványgörbe. Ugye tudjuk, hogy a megbetegedések akkor kezdtek el újból begyűrűzni a második hullámban, és ennek ellenére elindultunk. Bár az iskolák is húzóckodtak, tehát természetesen ugye egyik iskola se tudta, hogy mi lesz, mit fog hozni majd a következő hónap, vagy akár nap is. Lényeg, hogy el tudtunk indulni október eleje, közepe tájékán, nyilván foghíjasan, hiszen volt olyan iskola, aki úgy döntött, hogy ő most nem küld gyereket a foglalkozásokra, az élménycentrum épületébe. De aztán november közepe, vége felbe kellett látnunk, hogy nem mehet tovább, illetve állásfoglalást kértünk a tankerülettel is, hogy engedélyezik-e a tanórán kívüli ilyen jellegű foglalkozásokat, és végül is ők úgy döntöttek, hogy nem, innentől kezdve nyilvánvalóan nekünk is le kellett állni, bár biztonsági előírásokban nyilván azt követtük mi is, amit egyébként az iskolák követnek, fertőtlenítés is. Valahogyan mégis válaszolni kellett akkor erre a kihívásra, gondolom átalakították a módszertant, és ugye, hogy megpróbálják elérni a gyerekeket, azon iskolák gyerekeit, akik be vannak vonva a projektbe. Így van, gondolkoztunk azon, hogy mit lehetne online formában megvalósítani, vagy legalábbis olyan formában, ami nem igényel oktatói, illetve személyes jelenlétet. Azt találtuk ki, hogy témanap keretében természettudományos vándorkiállítást szervezünk. Úgy kell elképzelni, hogy biológiai modellek, szerves preparátumok, adott esetben fizikai eszközök és műszaki eszközök kerültek kiállításra az iskolákban, amit a diákok megtekinthettek, és akár felhasználhattak mondjuk azon a héten a tanórai keretek között is. Ez volt az egyik pillére a dolognak, a másik az online tanulmányi verseny, amiket meg tudtunk szervezni iskolák számára. Természetesen ennek a megvalósítási formája is tehát esetleges, hiszen nem tudjuk jól, hogy mondjuk a számítógépes infrastruktúrális feltételek nem minden iskolában egyformán adottak. Adott esetben, hogyha a diáknak megengedélyezik, hogy otthonon lépjen be és oldjon meg versenyfeladatokat, az meg nem lesz természetesen teljes egészében, hogy is mondjam, csak korrekt, mert ugye segédeszközhöz folyamodhat. De jobb megoldás nem volt, úgyhogy ilyen módon valósítottunk meg tanulmányi versenyeket. Önök egyébként hogyan értékelnék az eddigi munkájukat? Azt, amit célt sikerült kitűzni, azt gondolom, hogy sikerült is elérni. A lehetőségekhez képest, hogyha a Covid nem akasztott volna meg minket, akkor a kitűzött cél maradéktalanul eléri a projekt, ami a gyerekeket illeti, hogy kicsit közelebb hozzuk hozzájuk a természettudományokat, az informatikai és a matematikai ismereteket. Ezt a célt szerintem a program az eddig megvalósított tevékenységek során elérte. A Covid időszak az senkinek nem jött jól, ezzel nyilván az élményszerűségét is elvesztette a dolog. Programokat természetesen valósítottunk meg, de az már... Azt gondolom egy kicsit, tehát ebben van nekem hiányérzetem, hogy ezt lehetett volna még kicsit jobban is csinálni, hogyha a lehetőségek és a feltételek adottak hozzá. Azt hiszem sok mindenkinek van hiányérzete az elmúlt tanévvel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen. Ki
készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.